hétvégén leszáll a múzeumi éj. A rendezvénysorozathoz idén a Puskás stadion is csatlakozik, nyitott kapukkal és kapufákat is döngető dús programmal. Lesz Szúr, színész újságíró, aztán focizik az atlantai olimpiai válogatott, politikusok is labdába rúgnak. A múzeumok éjszakáján bejárható a múlt az egykori névstadion teljes területén, és most pedig Pető Zoltán volt válogatott futballista és Csampa Zsolt parlamenti foci csapat kapitány jön a részletekkel. Sziasztok, jó reggelt! Urak, először kezdjük ott, hogy ha már Puskás stadion, illetve Népstadion, kinek melyek a legfontosabb élményei, amelyek ez az arénához fűzik? Zoli. Kedvén, jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit. Nekem volt szerencsém játszani teltházas mérkőzést, amennyire engedte végig stadionnak a befogadó képessége. Az akkor mennyi volt? Aztán talán 30 van ezzel, a brazilok ellen, ugye edzői mérkőzés volt. És hát ugye akkor aztán tehát 4-1 volt a brazilóknak, hogy valami emlékszem rá, nem volt egy felemelő érzés maga az eredmény, de maga a körítés az fenomenális volt. Mi többször is jártam én is kint, ugye, mint nézőként, most is viszem a fiamat, aki 11 éves, viszem a váltott mérkőzésekre. Én úgy gondolom, aki ebben a stadionban egyszer már pályára lépett, vagy nézőként is volt egy teltházas mérkőzésen, annak örök emlék marad, úgy gondolom. Azt mondd meg, hogy van-e róla pontos statisztikát, hogy te magad játékosként hányszor játszottál a Puskásban, Népstadionban? Ezt nem is kérdezték játékosként, hát talán kétszer vagy háromszor talán sikerült pályára lépnem hivatalos mérkőzésen. Természetesen sokat táboroztunk ott a 96-os csapattal, kiválasztás, edzőmérkőzések, stb. De mondom, maga tétmérkőzésten kettő vagy három, úgy emlékszem. Na majd mindjárt beszélünk arról a 96-os csapatról. Zsolt, legfontosabb emlékek és élmények. Stadion. Ez egy jó kérdés, jó reggelt kívánok, mert visszaemlékeztem, hogy gyermekkoromban nagyon sokat jártunk ki a válogatott mérkőzésekre, még akár a, mint viszont emlékszik az ember, a Törőre, Nyilasira és a többiekre gyakorlatilag ott a pályán, és megmondom őszintén, most, amikor tegnap bejártuk a pályát, illetve hát lementünk Zoliékkal, akkor az embert ugye elfogta ugye a remegés zárójába, a Buzsér is, hogy itt ezen a pályán játszhatunk ebbe a csodálatos arénába. És hát hozzá kell tennem, hogy képviselőtársaim is természetesen már sorra jelentkeznek be, hogy szeretnének játszani, de hát ugye a keret az keret, az meg van határozva, mert mindenki szeretne gyakorlatilag pályára lépni a hétvégén. Úgyhogy szegényeknek itt is meg lesz az az élmény, mint majd mint a következő választási rendszerben, hogy kevesebben tudnak bekerülni, igaz, mint amennyien vannak. Én azt gondolom, hogy mióta a Magyar Zoltán szövetségi kapitányunk, ugye, aki az atlantai csapatnak is mondhatom azt, hogy egy ilyen nagy egyénisége itt a háttérben, kialakítottunk egy olyan rendszert, hogy gyakorlatilag minden képviselőnek lehetősége van pályára lépni. Rengeteg mérkőzés, rengeteg teret adunk gyakorlatilag a sportnak. Ilyen szempontból rengeteg olyan meghívásunk van, aminek ugye eleget is teszünk. Akár hétvégén játszottunk, hogy a 100 éves volt az RTK, jövő hétvégén már Zánkán játszunk, szóval mondhatom azt, hogy mindenki pályára fog tudni lépni most hétvégén is. Egyébként a parlamenti futballcsapatban is megvan a kétharmados többsége a jobb oldalnak? Ez egy kicsit vicces a kérdés. Azt gondolom, hogy ha lenne az ellenzéknek nagyobb létszámú csapata, vagy legalábbis aktivitásokat, természetesen ki lehetne egyenlíteni ezt a... Hát a magyarán mondva, akkor igen. Tehát jelen pillanatban azt kell mondanom, hogy... Sőt, még alkotmányozó 4/5-ös is van, igaz? Hát valamikor igen, de hát ez, azt gondolom, hogy az ellenzék szíve joga, hogy mivel él, melyik meghívással él, melyikkel nem. De hozzáteszem, hogy visszakanyarodva a parlamenti EB-re, ugye, amit tavaly rendeztünk, ott azért szép száma voltak ellenzéki képviselők is, és most is lesznek ellenzéki képviselők természetesen pályán. Zoli, itt egy percig nem nagyon gondolkodott senki abból a régi társaságból, amikor jött a felkérés, hogy hajrá, gyerünk előre, játszunk a stadionba ezen a fura rendezvény, a múzeumok éjszakája. Igen, abszolút nem. Ugye, kiléptek a vitrénből. A csapatunk nagyon összetartó társaság, tehát nagyon jó baráti kollektíva volt. Nem véletlenül volt az eredmény is, hogy kijutottunk az olimpiára, Európából elsőként, 5 csapatból. Úgy gondolom, hogy akit fölhívtunk, és akivel beszéltünk, mindenki első szóra mondta, hogy jön. Csak azok fognak hiányozni, akinek elfoglaltsága van. A csapatnak 50%-a még játszik, aktívban is aktív játékos. Ki magasabb, ki alacsonyabb osztályban. Mondom, akinek nincs elfoglaltsága, az mindenki ott lesz első szóra. Nagyon várja mindenki ezeket a találkozókat. Azért általában össze tudtunk jönni, egy-két évente összejövünk egy különböző apropó alkalmából, vagy egy kis játék, vacsora, vagy, és akkor utána jön a kis beszélgetés, ami általában azért éjszakában szokott nyúlni. Mi volt annak a csapatnak a, hát nem is az, hogy a titka,
hanem a sikerességének az alapja? Hát, kicsit lennék pikét, azt mondom, Dombi Tibinek az 5-11-ese, amit 8 mérkőzésen... Dombi Tibi színész képességeik amit, de félretéve a viccet, nagy edzős távunk volt, ugye, a Dunai Antibáékkal, Tóth Kálmánnal szerintem nem szeretném senkit kihagyni ebből, nem akarom most felsorolni. Ugye nekik egy jó párnak volt olimpiai bajnoki címe, tehát azért Benefeli bácsinak azért volt kire fölnézni, volt tapasztalat részükről, hogy kezdik a játékosokat, és összegyűjt a nagyobb kollektíva, aki nem inkább játéktudásban volt óriási kiemelkedő, hanem maga mint csapat működött. Meg is mutatkozott a pályán, a mérkőzések után is, és a mostani életben is, tehát nagyon tartó társaság vagyunk, szinte majdnem mindenkivel kapcsolatban vagyok, nem napi kapcsolatban, de azért szoktunk el is beszélni, találkozni, és úgy gondolom, hogy ez vitt a csapatot arra a sikerre, hogy sikerül kijutni az olimpiára. Te is ott egyébként több volt, még ennél több volt ebben a társaságban szerinted? Hát lehet volna, én úgy gondolom, kis szerencsével, meg egy kicsit erősebb hátszéllel gondolok itt a támogatásra, talán többre vihetjük volna, de mondom, ezen soha nem szokott senki kesedegni, tehát nem mondjuk egy, hogy ú, mi lett volna, hogyha, meg ez, meg az. Nem kesük senkibe a hibát. Kicsit több volt társaságban, úgy gondolom. Emlékszel erre a társaságra? Emlékszem, mert Zolival azért most azt kell mondanom, hogy már pár hete mióta ez szervezés alatt van. Nagyon sokat beszélgetünk és találkozunk. Úgyhogy lényegében tényleg azt kell mondanom, hogy az első alkalommal, amikor leült ez a kis team, hogy szervezzük meg ezt a múzeumok éjszakáját, akkor Magyar Zoli elővette a kis füzetét, ránézett az Zolira, és akkor mondta a telefonszámokat. És egy-két ember tényleg ott előttem hívta föl, és tényleg azt kell mondani, hogy fantasztikus érzés volt, hogy jöttek sorra az igenek, és nem tudom, 10 percesre terveztük a beszélgetést, és 1 óra 10 perc lett belőle. Mert közben azért már jöttek visszajelzések is, mert szerény az Oli a csapatajával szemben, de azt kell mondani, hogy sok embert nem kellett fölhívni, mert már mondhatom azt, hogy ilyen láncsorba mentek az információk, és volt, aki már visszajelentkezett. Szóval én azt mondom, hogy ez fenomenális érzés volt ott ebben a teamben, részt venni magába a szervezésben, és azt gondolom, mert szombat délután is természetesen. Hát ugye van egy pikantériája ennek az estének, ugye ez csak két mondatban szóltunk a sajtótájékoztatóval kapcsán, ugye hogy lesz egy 4-es torna, itt a borászok, politikusok, újságírók és a színészek között, de ugye az a terv, zárójelben, hogy minden csapatból gyakorlatilag két-két játékos szeretnének majd meghívni az esti főmérkőzésre az atlantai csapatba. A meglepetés vendégek. Igen. Zárójelben lehet, hogy most lelőttem valamilyen poént, de, hát én, a neveket nem mondjuk, de igazából nem csak Kacsival összeálltunk és megbeszéltük, hogy igazából őket fogjuk lehet, hogy kiválasztani és meghívni hozzánk. Mert hát azért mégiscsak nálunk játszani azért, az is egy jó dolog. Mert hogy ez az esti két fél idős, két felvonás mérkőzés hogy fog pontosan kinézni? A mi mérkőzésünk aztán 4-10-kor kezd program szerint, 2x25 perc, és pirosak a fehérek ellen, kiegészül egy-két vendég fellépő ladoművésszel, azt most ki lesz, az még azt most nem tudjuk még, igen. Van egy-két jelölt, ugye, és akkor amit a Zsolti mondott, hogy szeretnénk tőlük is fölkínni egy-két játékos minden csapatból, akik majd bennünket fognak erősíteni remélhetőleg. Aztán milyen poszton? Nyilván ott majd lesz egy grémium, aki el fogja dönteni, kiválasztja, nem én, tehát nem hozzábértő emberek, gondolom Antibá Zolibá, Magyar Zolibá, aki kiválasztja majd azt a pár játékost, aki csatlakozik hozzánk, de viccet félretéve úgy gondolom, ez nagyon jó kezdeményezés, ez óriási reklámja az labdarúgásnak, és úgy gondolom, hogy nem csak a mi mérkőzésünket, az előttünk lévő meccseket is érdemes lesz megnézni, ugye mindenki szeretné látni, hogy játszanak a politikusok, újságírók, akkor színészek, a borászok, ugye őket sem hagyjuk ki. Magam is ki fogok menni megnézni őket, kíváncsian várom, hogy milyen teljesítmény nyújtnak majd a pályán. Hát meg arról ne beszéljünk, hogy itt millió állati érdekes program lesz a kiállítástól kezdve, és az összes rejtélyes helye is bejárható a stadionnak, alagútak, olyan, tehát ugye a szocializmus szelleme itt meg lesz idézve. Nem furcsa egy kicsit, hogy foci múzeumok éjszakáján? És hogy egy kicsit úgy kell sajnos erről a stadionról beszélnünk, hogy hát igen, valamilyen értelemben múzeum. És azzá is fog válni. Ez azért érdekes, mert ugye a tegnapi sajtótájékoztató a Puskás Akadémia részéről volt az egyik vezető, aki elmondta például a Kokáért, hogy a Real Madrid stadion látogatottsága Barnabó gyakorlatilag most már betegszik az egyik legkiválóbb múzeumnak a látogatottságával. Tehát Prado Bernabeu döntetlen. Körülbelül nagyjából X-re hozzák jelen pillanatban a statisztikák. De alapjáraton, hogyha abba gondolunk bele, hogy most megnyílik egy öltöző,
az öltözőmben gyakorlatilag a régi focik emlékei, mezei gyakorlatilag ki lesznek állítva. Mellette lényegében most a múzeumban a Puskás hagyaték vagy örökségből egy zászló, amit az angolok adtak a kapitány úrnak, szóval az ki lesz állítva, és rengeteg ilyen apróságok lesznek, amivel ugye a látogatók találkozhatnak, és természetesen az, hogy ami az, hogy magában az öltözőbe be tudnak menni, a legendákkal tudnak találkozni, személyesen tudnak beszélgetni a legendákkal. Kilépnek a vitrínből a legendák. És pontosan arra szólnak, hogy ott lesznek. Őket. Illetve tényleg a jelen szervezés alapján úgy működik a dolog, hogy tényleg rá lehet lépni majd a fűre, lehet 11-esiket rúgni kapusoknak, most itt nem szeretném lelőni majd a pont, hogy kiknek, mint az MLS-szel egyeztettük. Szóval gyakorlatilag nagyon színes lesz ez a program valójában. No, hát akkor mindenkit arra biztatok, hogy menjen, és ne csak nézzen benneteket, hanem kapcsolódjon be kérdésekkel, meg rúgdosson is. Úgyhogy nektek meg jó focit. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Mi köszönjük.